Sziasztok! Nemrég Szőnyi Ferinél jártam, vendége voltam, és egy jót beszélgettünk. Ebből a beszélgetésből láthatsz egy részt. Több részben fogom ezt a beszélgetést feltölteni. Nagyon érdekes beszélgetés volt Ferivel, most is, mint mindig. De mielőtt megnéznéd a videót, ha még nem iratkoztál fel a csatornára, kérlek iratkozz fel. Ha szeretnéd támogatni a munkámat, akkor a leírásban lévő Patreon linkre kattintva ezt is megteheted, amit előre megköszönök. Jó szórakozást a videóhoz! Feri, hát engem nagyon megtiszteltél, hogy beengedtél az otthonodba. Most majdnem azt mondtam, hogy a lakásodba, de hát ez ugye az otthonod nektek. És köszönöm szépen, hogy eljöhettem. Hát most ez nekem egy ilyen túra lesz, ugye mi most egy hétig Szabin vagyunk. Elvileg otthon vagyunk a szülőknél, de én ebből kicsíptem 3 napot, és most, és most én ezt erre rászánom, hogy aki úgy, mint te, beenged az otthonába, akkor végre már egy ilyen személyes beszélgetést is tudjunk. Feri, hogy kezdjük azzal, hogy hogyan is ismertelek én meg téged? Tehát én 2017-ben kezdtem el futni életembe, tehát én előtte soha nem is sportoltam, és ugye amikor elkezdtem futni 2017 júniusban, akkor 2017 októberben volt a Runners World-nek a második futótábora, akkor szervezték meg a másodikat, és én oda jelentkeztem és elmentem, és amikor megérkeztünk, akkor ugye a repi csomagban benne volt a, mit tudom én, 2017 második negyedéves száma, és az első este ugye azt szépen kibontogattuk, megnézegettük, és az első cikk, amit elolvastam, az a veled készült cikk volt, és én gyakorlatilag ott ismertelek meg. Tehát tudtam, hogy ki vagy, meg hogy milyen eredményeid vannak, és ezt a cikket elolvastam, és megragadott benne egy mondat, ami mai napig bennem van. No. És nagyon érdekes, mert anélkül, hogy én ugye fogalmam sem lehetett, hogy hova fogok eljutni magába a futásba is, vagy azon belül, amit most csinálok. Persze semmit nem tudtam erről, de mégis bennem volt, mint hogyha előre láthattam volna, hogy majd én ezt egyszer, hogyha alkalmam lesz, akkor megkérdezem. Mert ebben a cikkben volt egy olyan mondat, amiben te azt mondtad, hogy valamire, most igazából kiragadom a kontextust, amit nem szabad, de csak erre emlékszem, mert ugye ez ragadott meg bennem. Te azt mondtad ebben a válaszodban, volt egy ilyen mondatod, hogy a futásról volt szó, és hogy a futás az 6 perces átlag alatt az nem futás. Nem is biztos, hogy emlékszel erre, de én ezt olvastam, és egy kicsit úgy megálltam ennél a mondatnál, hogy vajon ezt hogy értheted, hiszen ugye ez a Runners World magazin is legfőképp kezdők, amatőrfutók olvassák, és mit olvas ki ebből egy kezdő? Ez most nagyon aktuális. Többféle aktualitás van. Egyik aktualitás az elmúlt másfél év sajátos élettörténetünk. A Covidostól, az én lábműtétemen keresztül, egészen a napjainkig. Nagyon érdekes, hogy az ember a sikere és ereje teljébe mire nem vetemedik. De ugye ennek megvan egy filozófiája, egy futófilozófia, az egy egészséges emberi testnek az egészséges koreográfiája. A futás önmaga egy geometriai idom. Tehát ezt nem lehet belőle kiragadni perceket, távokat, lépés hosszokat, úgy egybe kell tekinteni, és én nagyon büszke vagyok arra, én mindig azt szoktam mondani, elesett több órája, vagy több 10 órája versenyen levő embertársaimnak is, hogy fuss úgy, hogy szeresd magad látni. Uh-huh. Tehát igazándiból ennek van egy lefordítható, perckilométerre lefordítható diagramja is, hogy mi az a tempó, ami még futásként értékelhető, vagy érzékelhető. Uh-huh. Ez a 6 perckilométer egyébként valahol itt van.
Tehát megnézi az ember a futókat, és értő sportoló, aki atlétikába értő, és látja szemmel futómozgást. Én most pont egyik futótársamnak, a Csécsének elég sokat szerepel itt-ott-amott. Zoli az edző. Most mondhatnám érzés, hogy nem a teljesítménye, hanem a marketingje miatt, de egyébként ez egy huncut dolog, de ugye igen, a teljesítmény. A Zolinak van egy olyan geometriája, mint például, most jó hasonlat lesz, Ben Johnson is volt ilyen, hogy tulajdonképpen az átlagemberi mérethez képest magasabb, de arányos, tehát megmaradt neki az arányos testalkata. Minden ennek ellentmondó haladási geometriájával együtt. Tehát magyarán azt jelenti, amikor a Zoli szépen fut, akkor ő képes az 1,88-as magasságához képest is olyan szépen futni, mint én az 1,70-es magasságomhoz, ami mindjárt egy 15-20%-os pluszot hoz, ugye az Zolinak a lépéstávja 1,38, az enyém meg 1,8. Tehát ez egy hatalmas differencia. Erre volt igaz az, hogy lássad magad kívülről, tessél magadnak. Én minden egy edzésen is el szoktam magamnak mondani, és mindig hátrahúzom a vállamat, felemelt a fejemet, hogy tessek magamnak. Tehát fuss úgy, ahogy szeretnél. És ebben van egy ilyen, az én, meg az általános emberi, felnőtt férfi emberi geometriájához. Én 6 percet tűztem hozzá, úgy gondolom, hogy az a futás. Tehát az alatti teljesítmény amatőrizmussal lehet csak futárként értelmezni. És ez egy másik dolog is, hogy igazándiból van egy egészséges futási metódus. Az úszásban is van egy ilyen, tehát kell egy egészséges haladási sebesség, amivel el lehet érni az egészséges testterhelést. A csontozat, a térdek, a forgók, az ízületek, a tartásunk, a légkapacitás. Tehát mindenben van egy egészséges, ilyen a kerékpárosoknál mondják, hogy a 90-100 közötti pedálfordulat is ad egy ilyen geometriát. Tehát vannak olyan ideális számok, amik valahogy mutatnak egy ideális haladási sebességet is. Nálam ez most így jött. Hát könnyű volt most, ugye nekem volt ez a másfél év, és volt egy műtét, és felugrott 10-15 kiló. Sokkal többre becsinom most már a 6 perces futásokat, lévén, hogy nekem abból kellett épülnöm. Tehát amikor az első 3 hónappal ezelőtti a 6.30-ak jöttek, és már tudtam 6-8 kilométert futni, úgy rájöttem arra, hogy 90 kiló környékén, hogy hát bizony ez a lelkes amatőrizmus valahol itt kezdődik. Van honnan. Na most lehet, hogy egy kicsit tudat alatt, de ez azóta ez a 6 perces átlag nekem egy világítótorony. Nem tudom, hogy miért, de valahogy ez megmaradt bennem, és én is állandóan ezt keresem a futásokba, ezeket a 6-os hat alatt, vagyis hát, hogy is mondjam. Tehát ugye, hogy csak hogy tisztázzuk azt, hogy 6 alatti, az a 6-nál nagyobb perceket jelent. Gyorsabb. Tehát a... igen. És ugye amíg Magyarországon elkezdtem futni, és ugye itt futottam, addig azért volt nehéz az annál jobban futni, mert ugye nem volt a test rá képes. Most meg ahogy fejlődtem, belekerültem a szintes környezetbe, itt meg ez vetett vissza. Úgyhogy én is ezt a 6-os átlagot kergetem. Ha tetszett a videó, akkor ne felejts el egy lájkot adni rá. Itt feliratkozhatsz a csatornára, és akkor minden új videóról értesítőt kapsz, nem maradsz le semmiről. Ha ilyen és ehhez hasonló videókat szeretnél nézni, akkor az itt lévő ajánlóból megteheted. Köszönöm, hogy velem tartottál, találkozunk legközelebb.